A muzsikás együttes ritmusai adták meg az alaphangulatát a 19. Győri Könyvszalon nyitó ünnepségének. A könyv csodálatos utazás a múltba és a jövőbe. Jókai Mornak ezen szavaival kezdte ünnepi beszédét Rózsavölgyi László Győr önkormányzata nevében, s egyben megköszönte a dr. Kovács Pál megyei könyvtár és közösségi tér munkatársainak fáradozását a könyvünnep megszervezéséért. A könyvszalon a kultúra, a művelt győri emberek ünnepe. Ezen a hétvégén nem csak könyvújdonságokkal találkozhatunk, de azokkal az alkotókkal is, akik elrepítenek bennünket a eme csodálatos világokba. A Győri Könyvszalon bizonyíték arra, hogy a könyv nem elavult műfaj, és a digitális világban sem szorult ki az életünkből. Akivel elsőként találkozhattak a látogatók, az Mezei Katalin, Kossuth és József Attila díjas író-költő volt. Hagyomány ugyanis, hogy minden évben az ünnepi nyitóműsor részeként átadják a könyvszalon alkotói díját. 2019-ben ezt Mezei Katalin vehette át. Kezdettől nagy meglepetéssel és nagy meghatottsággal értesültem arról, hogy a díjat idén az én életművem kapja. Nagyon köszönöm. Én rögtön arra gondoltam, hogy ezt biztos nem érdemeltem meg, de majd megpróbálom megérdemelni, ami még hátra van. Igyekszem azt is felhasználni erre. Azt gondolom, hogy minden művésznek, ahogy Karácsony Sándor írta, akkor érnek célba az alkotásai, amikor a közönség azonosul vele, úgy látja a néző, az olvasó, a hallgató, hogy ez olyan, mintha róla írták volna. Még egyszer nagyon köszönöm mindenkinek, hogy megtiszteltek ezzel a díjjal, nagyon köszönöm, hogy eljöttek erre a megnyitó ünnepségre, és szép sikereket kívánok mindannyiuknak erre a Győri Könyvszalonra, a 19. Győri Könyvszalonra. Kérem, hallgassák meg Jánosi Zoltán, József Attila díjas irodalomtörténész laudációját. A magyar nőírók hosszú sora a 16. századi kódexmásoló Sövényházi Mártától, Sráskai Leától, a 18. században élt önéletíró Árva Betlen Katán, majd a költő Czóbelminkán, Petrőci Kata Szidónián és később Kafka Margiton Galgóci Erzsépeten át a közelmúltig és napjainkig, nem azért érdemel kitüntetett figyelmet, mert a nevükhöz kötődő életmű asszonyok kezétől született, hanem azért, mert kiváló íróknak a nemzeti kultúrában betöltött pótolhatatlan szerepét mutatja fel. És a nevek elhangzásának hódudvarában mindenütt ott áll az a tény is, hogy a szerzőknek váltakozó erővel, sokszor a környezetükkel, az előítéletekkel, a társadalmi szokásokkal szemben, illetve anyaként vagy családfenntartóként, és a rájuk eső, sokszor roskasztó politikai ellenfényben kellett kibontakoztatni tehetségüket. Ennek az ellenfénynek a legyőzése és kifelé sugárzó fényé változtatása a magyar írónők műveinek közös és legszebb küldetése volt. Ez a fénykibocsátó erő immár több mint fél százada sugárzik fel Mezei Katalin verseiből, novelláiból, regényeiből, esszéiből is. A lázadó nőjé, aki korán elhagyja a szülői házat, mert az elérhetetlen földet szeretné elérhetővé varázsolni, és a kilencek egyetemi közösségnek építője is szeretne lenni. Mert az irodalom és az ország megváltás szerelmese akar lenni. Majd a változó idők Mezei Katalinját idézte meg, aki Kárpát-medence szerte a fiatalok pártfogója lett, ifjú tehetségeket karolt fel. Emellett alkotótársaiért is küzdött az írók szakszervezetének megalapításával, és 20 éven át annak titkáraként vállalt munkájával. Tette ugyanezt a Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozatának vezetőjeként is. A maga tudatosító művei mellett
Mezei Katalin teljes sorsának példájával és irodalom megtartó cselekvéseivel két kézzel szaggatja napjainkban is az árnyékoló, a csapdákat rejtegető, az újra és újra szőtt ideológiai sötétítőket a szó művészetéről és az olvasók tudatáról. A Győri Könyvszalon kitüntető díja adjon további erőt Mezei Katalinnak a küldetéséhez, és jelölje meg példáját mintaként a jövendő idők zászlóvivőinek is. Az ünnepi pillanatokat követően az őt díjazó Győri Könyvszalonról kérdeztük az alkotót. Hát nem először vagyok itt, ismerem a Győri Könyvszalont, és szeretem is a könyvásároknak a hangulatát, mert valóban itt annyiféle, amivel nem találkozik a mindennapjaiban az ember, mert hiába jár be egy-egy könyvesboltba, azért itt a magyar könyvkiadók kínálata erőteljesebben jelen van, jelentkezik, úgyhogy jobban körül tud nézni az ember abba, hogy a magyar könyvpiacnak mik az újdonságai. Másrészt meg ezek kis standok mögötte azok a kiadók, meg szerkesztők, akik az egész könyvszakmát viszik, tulajdonképpen egy csomó találkozásra adnak lehetőséget, hiszen én magam is 1989 óta egy kis szellemi műhelyt, egy kis könyvkiadót vezetek, és persze sok minden más mellett a Szép Halom könyvműhelyt, amely az Írók Alapítványának a könyvkiadója, már túl vagyunk a 600. címen, nagyon nehezen él meg, egy kis magyar könyvkiadó nincsen, ugye más lehetőségünk, mint a Nemzeti Kulturális Alap támogatása. Én tudom mindazt a küszködést és nehézséget, ami egy ilyen könyvpiac szereplőinek kiút manapság, amikor nagyon nagy globális könyvkiadóknak és terjesztő hálózatoknak a művei jelentkeznek első renden az egész világon, akkor a kis hazai termék az ugyanolyan hátrányban van, mint egyébként minden hazai gyártmány, hazai termék, de nagyon fontos, hogy legyen nyilvánossága. Mezei Katalin közvetlenül is találkozhatott olvasóival, és dedikálta műveit a 19. Győri Könyvszalon napján.